Oda néz. Édes atya úristen. Próbálok oda nézni, ne lángosan gyorsan, ahova. Ott valami pattant. Édes atya úristen. Hol lehet a telefonom, hogy én is egy kis fincs. Nem kell, nem kell. Csináld, hát én majd... Na, csak hogy lássátok, hogy hol vagyunk. Nem tudom, hova menjek. Tehát mindenütt csak érdekes dolgok. Nézzétek, nézzétek, nézzétek a turbinák. Nem fog látszódni sok minden, de... Őszinte leszek, esküszöm egy atomerőművel. Ugye? Nem. Kb. Úgy néz ki. Mint egy atomerőműnek a vezérlője. Nézzétek. Remélem, hogy látszik valami. De nem Attila, remélem, hogy ő is fog csinálni fényképeket, majd a videó végén fogjátok látni. Mibe? De jó. Nem cserélted ki? Azt mondtad kicsi? Műszak beosztás 2013. április az utolsó. Ide nézzetek. Őszintén egy ilyen hülye nyomorult urbexes, mint mi vágyhat ettől jobbra? Hát nem vágyhatunk. Nem. Nézzétek meg a tányérok a földön. Ajaj, egy Nokia-s doboz. Kéne nézni, nincs benne pénz. Azt nézem, mondom, nincs benne pénz. És itt lehetett mindent vezérelni. Ezen kívül. Gondolom, ezt már akkor rakták rá, amikor bezárt. Na, még egyszer megpróbálok itt végigmenni ezeken a dolgokon. Nézzetek, mennyi gomb. Melyiket nyomjam meg? Melyiket nyomjam meg? 27E. Történt valami? Ilyen szerviz alagútja van, volt ezeknek a vezérlőknek. Közben a lábam el is kell nézni, aztán azért néha egy kicsit elnyomatom a fényt. Meg hát a nagy panel, mert most itt hiába járkálok itt többször. Ezt a nagy vezérlőt nézzétek. Beléptem, mentem. Mert akkor lőd már újra. Ez egy nagy vezérlőpult volt, kár, hogy itt a gombok már nincsenek meg. Arrébb megyek, hogy Lati tudjon fotózni. Mondom, a videó végén majd betesszük a fotókat, és akkor jobban lehet lesz látni minden, mert ez tényleg egy ilyen kis fényes dolog. Sajnálom, hogy nincs nálam lámpa, de ennek most több oka van, és nem fogom részletezni. Azt hittem a lámpát próbálni felkapcsolni, hát jól olyan hangja volt. Na. Hát,
Én el tudnék még itt két órát is időzni, de sajnos haladni kell. Na, hagyomat itt. Attila, megvan a pince. Igen. Mindjárt Attilával, mert ne fuss, mert elesek, és nincs semmi lámpa, mert eltettem, de mindjárt elvégeztem majd. Hol nézzük mi? Édes jó Isten, azt nézzétek. Ez mi? Mit? Igen. Fel pillanat úgy érzem, hogy innen megyünk nyugdíjba. Ez is ilyen öltöző szekrényszerűk vannak, de ezek mind ilyen égő kapcsolók. Nem szervizes volt. Ja, és ott végig. És pont jól látni, hanem ti oda világít. És tulajdonképpen, ha belegondolunk, 3 éve ez még üzemelt áprilisban. És már most így néz ki. Tehát 3 év, hát ez lófasz. Na, hagyom ott itt dolgozni. Csinálj erről is a jó képeket. Ahogy mondtam, a videó végén ott lesznek. Szépen sorban. Na. Itt az előbb már én bementem, de most... Ó, basszus. Kicsit beljebb merészkedem. Hát itt is valami elektromos helység. Illetve... Hát ez valami buri. Most ez annyira nem érdekel. Hogy lehet 3 év alatt itt szétverni valamit. Vannak ilyen brigádok, akik arra alkalmaznak, hogy gyerünk és verjünk szét egy gyárat. Itt vannak a akkori dolgozók nevei rajta. Hát, ha látják, akkor most biztos rossz kedvük van. No, tehát ez volt a diszpécser központ. Remélem látszik, BIM ZRT. És itt csak a dolgozók léphettek be. Kivétel most az urbexes fiúk. Ha jól olvastam ma, úgy szalítottak meg minket, hogy übrexes. Hát akkor az übrexesek is jöhetnek. Sokan nem tudják, mi ez a szó, hogy urbex. Ez az Urban Explorationnek a rövidítése, ez ilyen városi felfedező. Tehát magyarul ilyen hülyéket foglal egy csoportba, mint mi vagyunk. És ez a név, ezt jelenti az urbex. Aki eddig nem tudta, az most megtudta. Na, vissza a kiindulási ponthoz, és most folytatjuk egy másik útvonalon. Kis szökőkút volt itt, most mondja Attila, és milyen igaza van. Bár most a szökőkút itt is van. Sajnos beázik az épület.
a büfé. Gondolom az itt dolgozóknak. Hát. Bassza meg, hogy mindenre rálépek. Már bocsánat, elnézést. Többször hallom, hogy ne beszéljünk én csúnyán a videókban, de kicsit ez ilyen más, felfokozott állapot, amikor mi itt vagyunk, és azért ezt nem lehet annyira kontrollálni. Nem. Bármennyire is szeretnénk. Ez volt a büfé. Jó büfé, pedig ott voltunk az ellen. És hogy itt kötelező volt ugye a sisak viselése, ezért látni itt ennyi sisakot mindenhol, meg azt a fejtámlát, meg ezt a köszöbükorongot, ami egyébként szerintem vadonat új, mert tényleg elvett. Ezt nem hiszem el. Hogy minden recsegő ropogóra rálépek. Szerintem ez volt a konyhai épület, vagyis a konyha rész épület, tehát az egész az. És ha valaki über klasszik 100 000 éves dolgot akar látni, azt most mutatom. De hogy még azt is elhajlították, na ehhez már amúgy tehetség is kell. Hát szerintem, amikor bezárt itt ez a dolog, még körpesgőzés lehetett, meg sörözés. Hát azt hiszem, azért verré, mert én is megiszok egy sár. Ez volt a hűtő helység. Ajtó vastagságban. Igen, most nem megyek be, mert sötét van, és nem fogjátok látni. Üdítők. Még egyszer mondom, 3 éve még ez működött. Tehát 3. Nem 30 éve Csernobil, mert körülbelül úgy nézünk ki. 3. De, vagy nem, hát ott volt a papíron. Na, aki tudja a választ, ez. Hát ez hogy lesz? Nem lehet. Hát ezt nem hiszem már. Nem, nem, biztos, hogy nem ment. Hát, és épp... arra nézzetek. Lift a pincébe. Van pince. Na kösz. Van. Te, nem, ezt nem hiszem el, tehát ez nem 3 éve zárhatott itt be ez a rét. 96, látod? Igen. Ott már valami Kft. Működhetett csak abban az időben. Látod, itt már 96-os térkép van. Ez már 20 éve, bazd meg. Ezek az állapotok nem 3 évre utalnak, ezek szó szerint 20 évre. Az iroda épület meg még valami cég működhetett egy pár éve, de ez már nem. Nem, 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 nem. És Istenem. Szerintem rendeljünk ki a pizzát. Ez már viszont tényleg nagyon ramatja állapot az irodaházhoz képest. Ez már tényleg. És akkor még egyszer az étkezde. Már a kábeleket elkezdték a
pénz az alumiát bontani. Nem gondoltam volna, hogy itt ilyen állapotok vannak. Most én tudtam, hogy nem működik ez a bém, de na, erre sem gondoltam. Találtál valamit? Oda nézünk. Hát hol voltál te? Van egy sok elkülönző területen voltál, ahol tiltakozni tudod. Egy csernőből jöttem. Jó Isten, remélem én nem voltam ott, ahol te voltál. No, volt még ezen kívül is ez Baszájma valami? Attilától kérdem most. Én tudom a választ az én enyémre, csak nálam sincs. Zsebedben van. Hány helyre raktunk eddig? Nekem a táskámban van. Elfelejtjük ezt a nyomorult matricát felragasztani mindig. Nézzétek, mennyi cigaretta. Márka. Felrakjuk ide? Attilánál van. Nálam is van, de a kocsiban. Hát... Ezt le. Az ablakot be tudják törni. Hát, oda rakjuk, ahova gondolod. Akár erre a büféfára és az F betű közepére. Ezt csak most mondtam. Nem olyan egyszerű ezt a matricát kéne szedni. Azt hittem már, hogy... Igen, sajnos ezek a etikettek ilyenek. És ugye tudod, hogy néznek téged az emberek most? Lámpalázás a fiú, mindjárt megnézzük közelről, hogy bontja. Nem. Na jó van, hagyjuk, mert izgul. De hogy sima papír, ne szívass már. Szerintem nyomtattam egy sima papírát, nem ezt a fajtát. Tényleg sima papír? Hát a másik oldalon látod, hogy... Hát sima papírt adtam, bazd meg. Már bocsánat. Mert csináltam ilyen tesztpéldányokat. Azt is kivágtam volna? Nem, biztos nem. Nem, biztos nem sima papírt. Nem, hát ott már látszik, hogy meg van kezdődve az a sárka. Kikapcsolom. Kapcs. Lejött. Hát nem volt egyszerű, na. Tehát már azóta meg is vasodáztunk. Kijött a pizzás is. Ah, szép, jaj, de szép. És még gyár is, ugye? Három kéménnyel, itt csak egy van, viszont ott áll a tetején. Ott fent. Öbek Szangeri. Na. Azt hittem, hogy még bevulkanizálod. Megint lámpa kéne. A franc egyemek, hogy nem hoztam. Viszont itt a diszkont. Itt percenként autóhangokat hallok. Jó, hát mondjuk itt a főút nem messze, persze, de... Hát figyelj, ez a portás fülke itt. Ez. Nincs senki.
Úgy nem hoztam lámpát. Jön egy kocsi be. Hát igen, van egy kis mozgás, azért még itt nem mondom, hogy nincs. De nem olyan vészes. Ez volt itt a portásnak kapusfülke. Szóval egy nagy nyomtató, szétberhelve. Nem tudom, látszik-e. Ezek ilyen mosdóköltözők lesznek. Úgyhogy én szerintem ezt a részét, ezt az irodaház részét bejártuk, megnéztük a irodákat, amik bent vannak, amik maradtak itt. Nem lett rövid videó. Mati még itt szétnéz, meg bemegyek hozzá. Szóval nem lett rövid, az hót biztos. Ott vannak még a dokumentumok fent a tartóba. Hát ez ott már vizes blokk. Abban már annyit láttam életemben ilyen urbexes vizes blokkot, hogy komolyan mondom, hogy már nem is érdekel. No. Nézzétek. Mennyi floppy. 99, hát akkor csak nem volt jó az a 96-as térkép az előbb, vagy naptár térkép, mert itt vannak 99-esek is, tehát hű, nagy lemez, ide figyú. Azt a kutya fáján. Hát itt meg 2060. Ez mi lehet? Régi készülék, vezetékes. Úgyhogy kicsit homályosan és tanástalanul megyünk el ebben a kérdésben, hogy mikor zárt ez be. Biztos voltak részei, amik régen, illetve biztos voltak, amik később. Itt a naptár 2006-on áll, azt mondja Attila. Hát az 10 éve. Hát mit mondjak, talán az még egy kicsit hihető ehhez az állapothoz, de tehát a Csernobilban 30 év után, mondjuk nem 30-nál voltunk, hanem azt hiszem 26-nál. 26, nem. 27? 27-nél. Hát körülbelül így nézett ki. Erre akartam kiüpedni. Jó lesz, turistunk itt. Tehát akkor ez volt a BÉM irodaépülete. Iratkozzatok fel a csatornára, nézzétek a videóinkat és Facebook oldalunkat. Minden nap nagyon jó képeket rakunk ám ki, meg videókat, meg előzeteseket, meg cikkeket, úgyhogy érdemes beleolvasni. Urbex Hungary néven megtaláltak, kiadt helyek Magyarországon, azt hiszem, az a címe. Úgyhogy búcsúzunk tőletek, minden a BÉM-ből. Fotót is. Sziasztok!